Nazdan is cuccok a videós boltnál, link a leírásban. Ja, és köszi, ha vesztek! Sziasztok mindenki! 10 tényt próbáltam nektek összegyűjteni magamról, remélem lesz annyi. Hát lesz olyan, amit tudni fogtok, de lesz olyan is, ami új lehet számotokra. Első. Hát általános iskolában egy nagyon visszahúzódó és szerény gyerek voltam, nem én voltam a középpontban, hát ez ugye középiskolában változott meg, meg amikor elkezdtem videózni, kicsit feloldottam, megnyitottabbá váltam, úgyhogy ja, egy ilyen kis aranyos kis tanuló gyermek voltam igazából, aki figyelt órán meg, mindig próbált odafigyel, meg jó tanulni. Második, ez biztos, hogy tudjátok mindannyian, hogy nagyon, hát nagyon szeretek magamon röhögni. Ha mondok valami vicceset, meg nagyon szeretem a szóvicceket, ha mondok valami vicceset, akkor én röhögök magamon. Kiröhögöm saját magamon. Lehet, hogy azt hiszitek, hogy fogyatékos vagyok, de én szeretek magamon röhögni, nem kell túl komolyan venni a dolgokat. Harmadik, hát ezt nem hiszem, hogy sokan tudjátok, de én szemüveges vagyok. Sajnos nem tudom megmutatni nektek, mert már pár éve tönkre ment a szemüvegem. Azt hiszem 13 évesen lettem szemüveges. Sajnos a jogosítványomra is rá van írva, de nagyon vicces fejem van szemüvegbe. Be is rálok nektek ide egy képet. Hát igen, nem olyan csajozós fejem van, szerintem rajta nem is olyan előnyös, úgyhogy kicsit szoktak problémák lenni, hogyha utolsó évben és a táblát ma alig láttam leghátulról, de nem baj, én jobban szeretek szemüveg nélkül élni. Negyedik, ezt sokan tudjátok, hogy én vallásos ember vagyok, mostanában sajnos kimaradt pár szentmise, elmulasztottam, de több mint 12 éve minisztrálok, és volt szerencsém 2010-ben kijutni a pápához is, a Benedek pápához, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Ötödik, párkapcsolatban nagyon-nagyon féltékeny vagyok, néha azt mondják, hogy már betegesen is, hát ha van valakinek barátja vagy barátni, mit ölelget másokat, nem? Hát engem már ez is zavar. Ja, szóval elég durva féltékeny tudok lenni, úgyhogy várom azokat a lányokat, akik ezt el tudják fogadni. Úgyhogy, ja, hát vannak hibáim. Hatodik, hát én nagyon szeretem a gyerekeket, ne értse félre senki, én nagyon, annyira tudok azonosulni a kisgyerekekkel, meg olyan csodálatosak, meg olyan tökéletesek még, meg tényleg őszintén tudnak mindennek örülni, hogy én nagyon szeretek velük foglalkozni, játszani, és ugye segíteni másokon. Engem mindig boldogsággal tölt el, ha egy gyereket hallgathatok, ahogy mesél, ahogy még ugye kis tudatlan, szegény, és meg kell magyarázni neki a dolgokat, úgyhogy nagyon szeretem őket. Hetedik, hát nekem nem kell túl sok ahhoz, hogy boldog legyek, az előző pontból is kiindulva, nagyon szeretek boldoggá tenni embereket, és az engem is boldoggá tesz. Szóval az ilyen apró dolgok, például süt a nap, már az boldoggá tesz, meg hogy látok például, mert valaki nem lát, valaki úgy kell fel, hogy nincs keze lába, úgyhogy én mindig hálát adok ezekért a dolgokért, mert szerintem nagyon sok olyan ember van, aki fel kell, nem ágyba kell fel reggel, nincs mit enni, nincs mit inni, úgyhogy ezért én mindig hálát adok. Nyolcadik, hát szoktam olvasni, képzeljétek el, de nem ilyen regényeket, hanem személyiségfejlesztő könyveket, hogyan bánjunk az emberekkel, hogyan gondolkodjunk pozitívan, és persze a Bibliát is minden este szoktam olvasni. Kilencedik, ha szomorú vagyok, akkor nagyon depressziós vagyok, akkor magamba fordulok, egyedül vagyok a szobámba, tényleg túl gondolom a dolgokat, de olyan nagyon rosszabbat képzelek a jelenlegi helyzetnél, úgyhogy túl gondolom tényleg a dolgokat, ha van ilyen kifejezés, és még rosszabbul érzem magam, úgyhogy ez nem jó, de változtatok. Az utolsó, lehet, hogy többen tudjátok, főleg akik személyesen ismernek, hogy mélyponton volt pár hónapja az életem, nem szeretnék konkrétan róla beszélni, de nagyon durván negatív irányba fordult az életem, volt, hogy néha többet ittam a kelleténél, de most már hál' Istennek nagyon jól vagyok, boldog vagyok, nagyon sok mindent köszönhetek a családomnak és egy-két embernek, hogy segített ebből a rossz helyzetből kimászni. Ez a videózásban természetesen nem mutatkozott meg, mert mindig próbálom mutatni nektek azt, hogy minden rendben van, mert én nem akarlak titeket, nem akarom, hogy nektek rossz kedvetek legyen, elég nekem rossz kedvem van, de nyugodjatok meg, most már helyre jött minden, úgyhogy nagyon boldog vagyok, sinál van az életem, úgyhogy jönnek a további változások, még tovább akarok törekedni, hogy még jobb legyek, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Ha tetszett ez a 10 tény rólam videó, akkor kérlek szépen lájkoljátok, és jönnek a további videók. Köszönöm szépen!
Sziasztok!